Április 28-án rendezték meg a Vitanica rúdugró kupasorozat újabb versenyét Biatorbágyon a Kolozsvári utcai pályán, ahol nem mondhatnánk, hogy alacsonyan repültek a gyerekek, hiszen volt, aki több mint 3 métert is ugrott. Milyennek a rövid története, és ez hányadik alkalom? Immár a negyedik éve kerül megrendezésre. Az első évben 2 fordulót rendeztünk, ez volt egy ilyen kezdeti tesztidőszak, és az volt a célja ennek a versenynek, a létrehozásának, hogy a kisgyerekek és a újonc serdülőkorú gyerekeknek versenylehetőséget biztosítsunk. Az ország különböző pontjairól érkeznek mindig versenyzők, és évről évre nő a létszámunk. Így az áprilisi első forduló mindig egy kicsit foghíjas az időjárásnak, meg a iskolának köszönhetően, de május-júniusban mindig felduzzad a létszámunk 50-60 fölötti nevezői létszámra. Mai nap a legfiatalabb korosztállyal kezdünk, az U10-es, U12-es gyerekek kezdik meg a versenyzést, nagyjából 1-10-1-20-as kezdőmagasságon, és fiúk-lányok együtt versenyeznek. 12-kor ugranak az újonc korosztályú gyerekek, és 13:30 körül kerülnek sorra a legidősebb korosztályból érkezők, a serdülő és ifi korú gyerekek. Mióta foglalkozol ezzel a sportággal? A rúdugrással körülbelül ilyen 3 éve, de atlétikát ilyen 5 körülbelül. És mekkorát tudsz ugrani? 2 méter 22 centit. Ez a negyedik évem, amióta atlétikázok, és ennyi éve ugrok rúdát is. A mai nap folyamán milyen eredmény sikerült elérni, illetve mi volt a legmagasabb, amit átugrottál? Hát 3 méter 2 centi, de ez az egyéni csúcsom alatt van 20 centivel. Hosszú távon milyen terveid vannak az atlétikával? Igazából az, hogy olimpiai bajnok legyek. Ez a célom. Addig szeretném csinálni, ameddig csak tudom, és minél magasabb színnel szeretném, tehát amilyen versenyekre kijutok. Az esemény célja az, hogy népszerűsítsük a rúdugrást. Egyrészt a gyerekek körében, másrészt országszerte is, és most, hogy közeledik az atlétikai világbajnokság, amely augusztus 19-27-ig lesz Magyarországon, ez egy jó lehetőség arra, hogy a gyerekek is megismerhessék a rúdugrást. Másik célunk pedig az, hogy hosszú távon itt biztosítsuk a rúdugrás utánpótlását, és később városi szinten rúdugró fesztivált rendezzünk, akár egy városnap keretében, vagy majális keretében is. A megmérettetésen megközelítőleg 35-40 gyermek vett részt. 9 kategóriában 9 arany, 6 ezüst és 4 bronzérem született, tehát összesen 19, amelyek közül 7-et a viaduktese versenyzői szereztek meg.